lehetőséget. A harmadik hazai mérkőzésén is megyebeli rivális ellen lépett pályára Nyírbátor, a Tiszavasvári és a Fehérgyarmat után a hatodik fordulóban a Kisvárdát fogadták Felföldi Róberték. A hazaiak kapusa mindent meg is tett azért, hogy csapata otthon tartsa a két pontot, az első fél időben 18 lövést hárítva mindössze 9 gólt kapott. Támadásban is eredményes volt a házigazda, szünetig 20 gólt lőttek, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Azért persze a második 30 percet is le kellett játszani. Az már kiegyenlítettebb volt, felváltva estek a találatok, így végül 10 gólos győzelmet aratott Falcsik Miklós együttese. Az edzőnek egyszer sem kellett időt kérni a mérkőzés folyamán. Nem volt szükség rá. Azokat, amit megbeszéltünk az öltözőbe, a szünetbe, illetve a taktikain, azt a srácok viszonylag normálisan megoldották. Amikor meg a kollega időt kért, akkor mi is meg tudtuk beszélni. Igazából végig tartottam esetleg attól, hogy ilyen nagy előny már egyszer, igaz, hogy nem a Kisvárda ellen, hanem a Lacéváros ellen már eladtunk, és nem akartam, hogy meg tudják beszélni. Tehát nem ment nekik se a védekezés, se a támadás, és nem akartam beleszólni, hogy ő esetleg lehetőséget kapjon arra, hogy megbeszélje a csapatával. És azért így, hogy így látszott is, hogy rengeteg hibát vétettek. Igazából a Felföldi Robi megteremtette ezt az alaphangulatot, illetve ezt az egész történetet, az, hogy jó védekeztünk, ha pedig nem jó védekeztünk, akkor ott volt Robi, és ezzel tulajdonképpen nagyon el tudtuk venni a kedvüket, és teljesen elbizonytalanodtak, már heteseket se tudták belülni, zicserek maradtak ki, átlövésben szinte egyáltalán nem találtak be abban a szakaszban. Jött, azt meg is dicsértem a fél időben a fiúkat, hogy ez nagyon, nagyon jó volt. A vendégek edzője nem számított arra, hogy gyakorlatilag az első fél időben eldől majd a mérkőzés. Nem gondoltam, főleg úgy azért nem gondoltam, mert azon az első fél időn gyakorlatilag úgy dolgozott a Nyírbátor, ahogy szokott, és az a baj, hogy mi is úgy dolgoztunk, ahogy a Nyírbátor várta. Bár szerintem nekik is meglepő volt, hogy olyan sok könnyű gólt lőhettek. Meg azt gondolom, hogy nekünk a 16 védett lövés, amit a nyírbátori kapusban mutatott a Felföldi Robi, sajnos nem voltunk fejben itt. Tehát gyakorlatilag az volt a legnagyobb hibánk, és mert nem, hiába 20 gólt kaptunk az első fél időben, akkor se azt mondom, hogy az a védekezéssel, támadással volt hibánk. Nagyon sok labdát eladtunk, írtósok, azt hiszem, hát most nem 12, vagy nem tudom hány gólt kaptunk így közvetlen indításból, de az a lényeg, hogy még csak meg se tudtuk nehezíteni a dolgokat. A meccsen 6 gólt szerző Gubó Alex szerint annak köszönhetik győzelmüket, hogy védekezésben és támadásban is végig koncentráltak tudtak maradni. A fegyelmezettség mind támadásban, mind védekezésben nagyon tetszett nekem így belülről, szerintem Miki bácsi is ugyanezt mondta, illetve támadásban is szépen játszottunk, ment a labda, és csak a biztosat lőttük el. A forduló további eredményei a következők: Balmazújvárosi KK, Újfehértó Káló Semjén SS-e 34-29, Hajdúböszörményi TE, Acélváros KK 22-32, Kazincbarcikai KS-e, Mezőkövesdi KC 25-42, Tiszavasvári SE, DVTK 20-40, és Deasz 2, Fehérgyarmati VS-e 37-32. A tabella élén a DVTK áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 6-0-ás mutatóval rendelkező Mezőkövesdet és az 5 győzelem mellett egy döntetlent játszó Nyírbátort. A 7. forduló rangadóján szombaton a Nyírbátor a DVTK otthonában lép pályára.